Indiana Jones vissza a jövőbe, a trónok harca, vagy a gyerekek egyik kedvence, a jégvarázs. Meg annyi film jól ismert dallam a felcsendült Dombóváron, az ifjúsági fúvós zenekar újévi koncertjén. Először az utánpótlást jelentő Tücsök zenekar lépett színpadra, majd az úgymond nagyok váltották őket. A létszám azt mutatja, Dombóváron és környékén népszerű a zenetanulás. A Tücsök zenekarnál jelen állás szerint 42, és az ifjúsági zenekarnál ma 78 tagú lesz a zenekar. 2006-ban kezdett működni a Dombóvári Ifjúsági Fúvós Zenekar, azóta több nemzetközi versenyen is első helyezést értek el, a filmzenékre épülő újévi koncert pedig a közönség kiszolgálását célozza. Jobbak, viszont nehezebbek, mivel itt, hogyha hibázik az ember, vagy hibázik a zenekar, nagy részben a filmzenéket ismerik a hallgatóság is, nem mint mondjuk, hogyha eljátszanék egy profi magyar, vagy bármilyen kortárs darabot. Az újévi koncerten köszöntőt mondott Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere. Februárban elkezdődik a várossá válás 50 éves jubileumát ünneplő 10 hónapos programsorozat. Nyilván ebbe a 10 hónapban szeretnénk előképpen megünnepelni Dombóvárt. Azt gondolom, ez idén nem csak Dombóvár 50 éves, hanem az Apostol zenekar is. Ebből adódóan június 27-én a Vásártéren egy jubileumi apostoli koncertet is fogunk tartani. A fúvós zenekar legnagyobb terve idénre egy horvátországi vendégszereplés, a Tücsök zenekar pedig a márciusi regionális zenekari versenyre készül.